Na, elérkeztünk az optimalizációs részhez. Itt egy egyszerű dolgot fogok bemutatni. Igazából rá lehetett jönni az eddigi videók alapján, meg már ugye szóvá is tettem az egyik feladat alatt, hogy mi lesz ez. Ugye, ahogy láthatjuk, itt alapból a tömb beolvasásánál is használunk egy for ciklust most, és minden feladatban használunk egy külön for ciklust, ami amúgy ugyanaz. Ugyanaz a for ciklus. Ez azért nem jó, mert így minden igazából feladatnak megfelel, csak ugye ez így azt fogja csinálni, hogy először beolvas minden fájlt a listába, aztán jön a harmadik feladat, végigpörgeti az összes fájlt, és megnézi ugye ezt a sorok számát. Aztán jön a következő feladat, megint végigpörgeti az összes fájlt, és megnézi ugye az érmeket, hogy mikor mi lett, és ezt csinálja minden feladatnál, és ezt meg lehet csinálni egybe, hogy egy for ciklus alatt mindent ellenőrizzen, ami amúgy nem is olyan nehéz feladat, csak így abba egy kicsit el lehet keveredni, viszont ha ugye sorba csinálja az ember a feladatokat és működik, és akkor simán nyomon lehet követni. Na de mi is kell hozzá? Ugye itt van az alap for ciklus, ezt fogjuk meghagyni, ezt fogjuk kibővíteni. Méghozzá azzal, hogy ugye itt van a harmadik feladathoz szükséges for ciklusunk, amiben ugye csak ennyi feltételt adtunk meg. Ezt kimásoljuk, és ide, ebbe a for ciklusba behelyezzük. Nem muszáj ennyi entert, meg ennyi szünetet kihagyni, én azért ezt csinálom most, hogy egy kicsit átláthatóbb legyen. És azzal, hogy ezt beírtuk, igazából erre a for ciklusra már így egészében semmi szükségünk nincs, ki is törölhetjük. Viszont arra kell még itt figyelni, hogy ez a for ciklus, ez ugye itt van, és mi ugye itt a feladaton belül hoztuk létre a változót, ami szükséges hozzá. Úgyhogy ez így most jelenleg nem futna le normálisan a program, ugyanis hamarabb van a for ciklus, mint ahogy létrehoztuk a változót, itt viszont már hivatkozunk a változóra, és ugye a program sorba megy, így a sorokon, szóval ő így ide fog jönni, és amikor ide ér ehhez a sorhoz, akkor még ez nem lesz létrehozva, ez a sorok száma nevű változó, tehát nem fog tudni vele mit kezdeni. Ezt annyival meg tudjuk oldani, hogy kimásoljuk ezt az int sorok számát, és behelyezzük ide, a for ciklus elé. Innen meg kitöröljük, mert innen már felesleges. Maradt a kiíratásunk a harmadik feladatban, és igazából annyi az optimalizáció többi lépése, hogy ezt ugyanúgy megteszük a többi feladatnál. Igazából egyféleképpen lehetne azt ez problémás, ez az egész, ha van olyan feladat, vagy éppen úgy csinálja meg valaki, nem muszáj olyan feladatnak lennie, de ugye vannak olyan feladatrészek, amit meg lehet úgy csinálni, hogy a konzolra úgy íratjuk ki a dolgokat, hogy for ciklus közbe. Van olyan, amikor tényleg ezt is kell, hogy mondjuk keressük a, mit tudom én, azt keresnénk, hogy írassuk ki az összes eredményt, ami szerepel a táblázatban az úszásról, azt egyszerűbb lenne egy for ciklussal megcsinálni. Viszont azt nem másolhatjuk be ide, mert akkor a mintától valószínűleg eltérnénk. Főleg, ha nem az első ilyen feladat lenne, amire választ kéne adnunk. Mert akkor ugye itt a for ciklusba kitölteni, és nekünk meg és csak utána jönne a többi feladat, amit a for cikluson kívül írtunk meg. Na, de a negyedik feladatot már bemásoltam, jön az ötödik feladaté. És amúgy, ha valaki jobban át szeretné látni még ezt az egészet, akkor megteheti, hogy itt a for cikluson belül még kikommenteli, hogy ez a harmadik feladathoz kell, ugye ez meg a negyedik feladathoz, és így kikommentelheti, igazából így a legszebb. Úgyhogy igazából meg is csinálom így most, nem telik olyan sok időbe feladathoz.
És akkor így ugye még jobban áttekinthető lesz az egész. Ezt ugyanúgy meg lehetne csinálni itt is, azt most már nem csinálom meg. Az már lusta vagyok. Innen még át kell másolnunk ezt az összpontszámot. Ide. Úgyhogy ezt töröljük. Az ötös feladat is megvan, és még itt három van. Attól nem kell tartanunk, ami mondjuk itt jelen van. Mármint, hogy nem lesz probléma abból, hogy ugye itt létrehoztunk kifet, ugyanis ez a for cikluson kívül van, ez nyugodtan maradhat itt, mert ez csak a kiíratáshoz kell. Most ezt, innen eltüntetjük ezt a for ciklust, ezt meg ugye átmásoljuk a fenti rész, a fenti for ciklusba, akkor ez még ugyanúgy működni fog itt hátul, csak annyi, hogy ez hamarabb le fog futni, ez a rész, de ugyanúgy meg lesz minden hozzá. A hatodik feladathoz meg is vagyunk, csak innen még át kell majd a változókat, ezt a kettőt át kell másolni, még hozzá ide. Így. Jó, ez megvan. Itt vagyunk már a hetes feladatnál. Itt is a Streamwriter-t. Ugye majd átmásoljuk előre. A kiíratás.close ez maradhat itt, mert igazából mindegy. Akár ezt ide a console.readKey-jel is beírhatnánk ezt a kiíratás.close-t. Mert az a lényeg, hogy csak ott legyen és lefusson. Az mindegy, hogy hol fut le. Hát nyilván annyi, hogy ne a for ciklus előtt legyen. Mert az nem lenne jó, ha még azelőtt bezárná a fájlt nekünk a program, mielőtt bármit is beleírattunk. Ugye az pedig itt fog megtörténni a beleíratás. Szóval ezt a for ciklust innen kitöröljük. Ezt kimásoljuk és töröljük egyúttal innen. És ide beillesztjük. Így. Jó, hetes feladat is megvan, és már csak a 8-asnál egy. Ezt másoljuk ki. Így. Oké. Ezt kitöröljük. És ezt még kimásoljuk. Ide, fentre. Jó, nem érdekel, hogy ott lesz ugyanolyan. És ezzel kész is vagyunk ezzel az optimalizálással. Ennyit akartam csak mutatni. Megnézzük, hogy ugyanúgy lefut-e. Igen, ahogy látom, minden eredmény ugyanúgy maradt, és nem is visít a program, hogy valami problémája lenne. Még megnézzük, hogy a Helsinki 2 változott-e, de ahogy nézem, nem. Megvan minden, ami kell. És hogy látjuk, itt sokkal egyszerűbbnek tűnik, hogy összvisz egy for ciklus van, legalábbis szerintem sokkal egyszerűbbnek tűnik. És itt van benne minden, ami kell nekünk. Aztán meg csak kiíratjuk a dolgokat. Köszönöm, hogy megnézted a videókat. További sikeres felkészülést kívánok az érettségihez. Szia!